A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tisztelettel köszöntöm Önöket, Bringára Pattanom képzeletben mai adásunkban, annál is inkább, hiszen a Szingó Cycling Team, a fehérvári bringások remek eredményekkel tértek haza Zalából, ahol a Tour de Zalakaroson szerepeltek. Többek között erről is szó esik mai adásunkban, és vendégünk itt a stúdióban egyrészt Olá Gábor, az Egyesület elnöke és versenyzője természetesen. Másrésztről pedig Grósz Gergő, az Egyesület versenyzője, aki egyébként a Tour de Zalakaros versenyen abszolútban előkelő negyedik helyezést szerezte meg, az U19-es korosztályban pedig a második lett, és még mindig csak 17 esztendős, és meglehetősen érdekes Gergő pályája, annál is inkább, hiszen a motor hajtott a kétkerekűek világából nyergelt át a bringások világába. Mielőtt rátérnénk Gergő pályájára, Gábor, hozzád fordulok, annál is inkább, hiszen elnökként újrázol, ismételten a Szingó elnökének választottak meg, 5 esztendő át ismételten te vezeted az Egyesületet. Összességében az első 5 évedben milyen célokat tűztél ki, és ezeket mennyire sikerült megvalósítanod, és ha úgy tetszik, az elnöki pályázatodban milyen pályát jelöltél ki a következő esztendőre a klubnak? Hát igazából 2 fő célom volt. Egyrészt, hogy a szabadidős kerékpározás népszerűsödjön, minél több aktív szabadidős kerékpáros tagunk legyen, illetve a versenyzői szempontból picit főként master és senior korcsoportba visszakerüljön a Szingó a térképre, tehát akár a magyar amatőr kerékpáros bajnokságon, akár a magyarországi versenyeken. Igazából szerencsére ugye már többször adtatok lehetőséget, és voltunk is itt, ugye sikerült, mert több bajnoki cím, összetett győzelem sikerült, tehát igazából tényleg főleg a 40 fölötti, de a 30 fölötti korosztályban sikerült ugye jól reprezentálni és a várost és magát, az Egyesületet, tehát ez mindenképp siker. Emellett a másik siker, hogy korábban is volt utánpótlás versenyzők, ami igazából nem kiemelt cél az Egyesületnek, de aki jön már és mondjuk 16-17 év fölött van, annak próbálunk segíteni. Ugye annó volt Győri Ricsi, aki magyar válogatott edzőtáborában is volt, a magyar amatőrbajnokság nyerte, és most több szálon kapcsolódott hozzánk Gergő családiak. Nagyon örülünk amúgy, hogy ő is ránk talált, és most kiváló eredményekkel indította már a múlt téli szezont, és ez pedig folytatja ebben a szezonban, tehát ez az egyik része. A másik része pedig, hogy jelenleg is kb. 50 aktív tagunk van, tehát ezek a tagok, ezek évi átlagosan 8-10 kilométert tekernek, tehát heti 3-4 alkalommal bringára pattannak, ugye egyrészt országúton, másrészt egyre inkább népszerűbb a úgymond a gravel vagy a terepkerékpározás, tehát azon, tehát mindenképp van egy aktív közösség, úgyhogy hát ami sajnos egy picit nehéz, főleg ebbe a gazdasági helyzetbe, hogy ugye szponzorokat, még több szponzorokat bevonni ugye a kerékpársportba, ugye gyakorlatilag jelleg, erről is talán már beszéltünk, tehát hogy lelkes, nagyon érintett mondjuk cégtulajdonosok, cégvezetők tesznek ebbe minimálist. Nekik nem minimális, de amúgy minimális összegeket összehasonlítva mondjuk a TAU sportágokkal összehasonlítva, hát meglátjuk. Szintén a Magyar Kerékpáros Szövetségnél is van most egy ciklusváltás, tehát egy hónapja új elnököt választottak Scheller Domonkos személyébe. Ő amúgy a Magyar Közlekedési Múzeumnak a főigazgatója is, meglátjuk, hogy milyen változások lesznek, folyamatosan bizakodunk, ugye maga a magyar kerékpársport is egy picit szintet lépett, ugye akár Vaskata, vagy akár Walter Attila.
szereplésével, és amilyen csapatokban vannak, úgyhogy meglátjuk, de mindenképp több anyagi forrás kell a sportba. A megítélésed szerint mekkorát dobott a sportág népszerűségén a Tour de Hongrie, a Giro d'Italia? Olyan élményekben volt, vagy lehetett részünk itt Fehérváron is, amik azért nem voltak jellemzőek az elmúlt évtizedekben, és a legnagyobbakat láthattuk test közelből. Szerintem mindenképp óriási. Tehát a Tour de Hongrie is ugye gyakorlatilag egy alacsonyabb szintről leindult, és most már tényleg nem csak reklám, hogy gyakorlatilag azok a sztárok tekertek nálunk, akik mondjuk a most pénteken kezdődő, szombaton kezdődő Tour de France-on rajtolni fognak, tehát tényleg nagy sztárokkal találkozhattak az emberek, és tényleg, hogy itt gyakorlatilag körbevitték az országon most az elmúlt évek, mindenki megismerte ezt a sportot. Én csak egy példát mondok, hogy tavaly, amikor például Tour de Pelzon tekertünk az élmezőnybe, akkor meglepően tapasztaltuk, hogy nem az volt, mint korábban, hogy a teljes útzárnál méltatlankodtak az autósok a nyár közepén, hanem az autósok legalább 80-90%-a biztatott minket, és ez pozitívan fogta föl, tehát ebből látszik, hogy milyen hatása van. Nyilván a turizmus az egy másik kérdés, annak is rengeteg jellegű hatása van, hogy az eurósporton mondjuk folyamatosan jelen volt. Van Magyarország, ugye a Tour de Hongrie szintén közvetített, nyilván a Giro az pedig még több országban elérhető volt. Gergő, neked ugye az életedet vagy a pályádat azért a motorbicikli határozta meg hosszú éveken keresztül. Neked hogyan is kezdődött ez a dolog, és aztán hogyan nyergeltél át, és miért? Én 7 és fél évesen kezdtem el motorozni, aztán 8 éven keresztül ezt a sportot csináltam, kétszeres magyar bajnoknak mondhatom. És melyik szakákban? Motocross szakákban. Családi vonatkozás egyébként, azért kezdtem el motocrossozni, mert édesapám is, nagypapám is, anyának a tesója is motorozott, úgyhogy volt kitől tanulnom is, és innen jött az egész motocross. És a bringa? A bringa pedig motocross mellett kiegészítő sportákként kezdtem, és tavaly először ültem országúti biciklin, előtte mountain bike-oztam, és akkor csatlakoztam a Singo SL-hez is, és azóta velük együtt érek el szép eredményeket, úgy gondolom. Ez egy érdekes dolog lehet, de majd mindjárt elmondod, hogy az-e vagy sem, hogyha az ember motorhajtott a két kerekünk szocializálódik, akkor milyen utána azzal szembesülni, hogy saját magad kell hajtanod a gépet? Hát egyébként nem van különbség nyilván, hát az egyiket tekerni kell, a másikat húzod a gáz, de a motocross az egyik legmegterhelőbb sportág, mind fizikailag és technikai tudást is, nagyon nagy technikai tudást igényel, amit előnyömre is tudok fordítani esetleg a cyclocross vagy mountain bike versenyeken, és nagyon sokat segít egyébként. Azon kívül az erőálló képességet pedig szerintem egyszerű fejleszteni. És motoron hány évesen nyerted az első korosztályos bajnoki címedet? 2018-ban, azt hiszem. Igen, és 2022-ben a másodikat, az egy másodosztályú magyar bajnoki cím volt. És most, hogy már 17 esztendős Gergő, gyakorlatilag az U19-es korosztályban van ott az élen, egyfelől, másrészt meg ugye a teljes mezőnyt tekintve is, és erre remek például a Tour de Zalakaros, de mondhatnánk akár a Tour de Mátrát is, mert hogy ott is nagyon jól ment Gergő. Gábor, téged mennyire lepett meg, ennyire jól száguld? Hát igazából, amikor először csatlakozott hozzánk, nyilván itt az edző, aki foglalkozik Gergő, hogy nyilván egy felmérésre indult, és már a kezdeti számok is imponálók voltak, tehát ugye a watt adatai, hogy milyen teljesítményre képes, tehát nyilván aki felül a biciklire, nem ilyen számokat szokott produkálni, és viszont azóta mind a eredmények is mutatták, a Gergő nagyon jól reagál az edzés munkára, az edzés terhelésre, becsülette meg és csinálja, tehát jelentős fejlődés sikerült elérni a számokba, és azóta pedig tapasztalatot is szerzett, tehát tényleg meglepő, hogy ilyen jó eredményeket ér el, szerintem ez neki is motiváló. Nagyon erős azért az U19-es mezőny, ugye majd biztos beszélünk róla, hétvége lesz az országos bajnokság, pont most megnéztem az előnevezés listát, 42
fő van a lövezési listán, ami azért korábbi években nem volt ennyi. És a 42-ből azért vannak félig meddig külföldi csapatok is, tehát ez is mutatja, amit kérdeztél, uh-huh. hogy a Giro meg a Tour de Hungary, tehát jelentősen megnövekedett ez a mezőny, és azok a srácok nem tavaly nyáron kezdték, és sokszor a Gergő meg is veri őket, úgyhogy, illetve nyilván neki talán könnyebb volt a mezőnyben rutint szereznie így a motocross révén, tehát egy picit könnyebben tudott a mezőny mozgásához adaptálódni. Akkor beszéljünk is erről a hétvégi országos bajnokságról, tehát több mint 40 kihívód lesz, ez nagyjából akkor biztosnak tekinthető. Igen. Hol, milyen pályán, milyen vonalvezetéssel, domborzati viszonyok mellett fog zajlani a sztori? Tamásiba lesz ez a verseny, nagyjából sík, ami nekem nem igazán fekszik, mert jobban szeretem az emelkedőket, meg a testalkatom arra is alkalmasabb, mint a síkra vagy a sprintekre. Úgyhogy megpróbálunk legjobb eredményt elérni, a legtöbbet kihozni belőle, aztán meglátjuk, hogy sikerül. Hogyan épül fel egyébként az országúti versenyszezon, mondjuk konkrétan Gergő számára? Itt vannak kisebb túrok, ugye? Kisebb egynapos, jellemzően egynapos versenyek, és van egy OB. Igen, igen. Tehát, hogy nagyjából márciusban kezdődik az országúti szezon, és akkor igazából, tehát van ez a magyar amatőr bajnokság, az AKESZ címszóval, amiben van 6-7 időfutam, illetve van ugyanennyi mezőnyverseny. Tehát ez az egyik fő versenysorozat, de ezek mellett még vannak egyéb versenyek is. Igazából több napos, ebben egyedül ez a Tour de Mátra nevű verseny van, ahol van egy rövidebb, ugye csak hegyi szakasz, és van egy hegyi körözés, ami 80-90 km. És akkor gyakorlatilag az OB-k júniusban vannak. Tehát először kezdődik június első felében az időfutam OB, utána a felnőtt és master korosztályos OB. Ez volt ugye most hétvégén, amit harmadszorra nyert meg például Walter Attila, és ugye az utánpótlás OB az utóbbi évek mindig Tamásiban van, ahogy Gergő mondta, tehát az U19 korosztály alatti a számára, és ezen kívül megy tovább a versenynaptár. Nyáron egy picit kevesebb verseny van, de októberben van általában a szezonzáró verseny, általában Tatabányán a Turókupa. A Tour de Hungarin kívül egy többnapos verseny van, ugye a Gemenc Kupa, ugye ez nagy hagyományokkal rendelkező verseny Szekszárdon, ez 2-3 napos verseny. Ugye most úgy néz ki, hogy a Gergő ott is el tud indulni, itt sportkapcsolatokkal, valószínűleg Lotus tímesekkel közösen egy ilyen mix csapatot sikerül felállítani, hogy onnan pár versenyző, a Singóból a Gergő, és még esetleg egy harmadik egyesületből, ugye akinek nincs egész csapata, de ugye így a fiatalok versenyrutin tudnak szerezni nemzetközi mezőnybe, tehát ez mindenképp egy jó kihívás lehet a Gergő számára, ez itt az amúgy kétnapos verseny 3 szakasszal. Szóval inkább hegyi menő? Igen. Hegyi menőnek igen. Számítasz? Hát igen, mondhatjuk úgy is, de jobban szeretem a hegyeket is, tehát jobban is mennek, mint a sík szakaszok, úgyhogy azt gondolom, hogy inkább hegyi menő, mint sprinter. Ugye említetted, hogy azért a motorozás jó alapokat adott, jó fizikális alapot adott, tehát azért meg nyilván szeretsz bringázni, meg tudsz is, de azért ennél azért jóval bonyolultabb a dolog, mert taktika, meg mi egyéb, meg edzés, meg felkészülés, de ezek szerint mindegyik szelete ízlik ennek a kerékpáros sportnak? Igen, nagyon szeretem, főleg az országúti a taktikai részét, ugye a Montiba ez nincs annyira meg a cyclocrossba sincs, mert egy óra nyíl. Menés van ilyenkor. Az országúti az általában több órás, 3, akár 4 órás is lehet nekünk, és ott azért jobban kijön a taktika. Ebből még van bőven mit fejleszteni, megtanulnom, mert még nincs annyi tapasztalatom. Hogy... És van valami standard taktikád, vagy ahány verseny, annyiféle? Ahány verseny, annyiféle. Van, itt hogy... most mi volt Zalakaroson a taktikád? Zalakaroson a szembeszélbe bujkálni. Aha. A szélárnyékba, utána meg egy szökésbe bekerülni, és akkor azzal hazaérni. Ugye amúgy Zalakarosról, tehát tényleg abszolút negyedik, az tényleg egy kiemelte jó helyezés. Amúgy, hogyha megnézzük, hogy az első 3 közül a második, Johnny Hogerland,
volt profi kerékpáros, amúgy a Tour de France-on volt pöttyös trikós, most pedig ő a jelenleg amatőr világbajnok mind országúton, mind gravelen, Ausztriában élő 41 pár éves srác, és a másik kettő srác pedig az olasz-magyar MBH bankba tekert, tehát mondhatni fél profik, úgyhogy tényleg ez egy kiemelkedő eredmény. Ugye sajnos, mint kiderült, az utolsó pillanatban módosítottak a pályán a szervezők, tehát nem olyan szintes pálya lett, mint ami eredetileg az alakarósi pálya. Az ugye, ahogy beszéltük, Gergőnek az még jobban feküdt volna. Uh-huh. Ugye nyilván a kerékpársportban nincsen ha, de ezt hozzátéve, hogy még ilyen pályán is ilyen remek teljesítmény nyújtott. Itt többször szóba került már az amatőr és illetve profi reláció. Uh-huh. Mitől válik valaki profi? Hát igazából, hát nyilván Gergő is úgymond profi, mert tehát licensze van, igazolt versenyző. Hát nyilván profi az, aki mondjuk ebből meg tud élni, de az viszonylag Magyarországon utánpótlásban igazából talán az MBH-ban van pár srác, akik ilyen félig meddig olasz-magyar egyesületbe igazoltak. A pénzügyi kereteket nem ismerem, ők valószínűleg kapnak bringa támogatást, esetleg versenyeztetésre támogatást, tehát ilyen szinten van. Magyar... De nem elérhetetlen ez a... Nem. Ez a kategória. Nem. Tehát egyáltalán nem, nyilván. Walter Atti is, azt hiszem, igen, hogy erre remek példa. Igen, tehát itt nyilván az OB az kiemelt fontosságú, hogy jó eredményt érjen el Gergő, de már ezek az eredmények is ugye magukért beszélnek, tehát nem lepődnénk meg, hogyha jövőre már nem a szingóba, nem sírnánk és nem is lepődnénk meg, hanem a szingóba tekerne, hiszen neki ez egy jó lehetőség lehet. Igen, te megfogalmaztál-e valamilyen nagy célt, nagy álmot? Igaz, hogy még csak 17 vagy, meg igaz, hogy csak egy vagy kettő éve? Egy éve bringázol, tehát hogy még nagyon az elején vagy, de talán éppen ezért lehet, hogy már valami megfogalmazódott benned. Nyilván mindenképpen szeretnék profi lenni, és esetleg ebből megélni, hogyha úgy alakul, de ezért meg is teszek mindent, megcsinálom az edzés munkát, próbálok odafigyelni az evésre, minden egyéb dologra, ami esetleg segíthet abban, hogy minél jobb eredményeket és minél jobb edzés munkát tudjak végezni. Van példaképed kerékpársport Berkein belülről? Legyen az Ati, Walter Ati. Miért őt választod? Honfitársunk, és megmutatta, hogy nincs lehetetlen, innen is oda lehet kerülni a World Tour-be, és nagyon szép eredményeket lehet elérni. És mit tud ő, amivel ő ezt el tudta érni? Szerintem? Hát szerintem nagyon alázatos edzésmunkával, tehetséggel és méretetlen profizmussal áll az egész kerékpársporton. Itt ami egyébként a Tour de Zalakarost illeti, talán, sőt, biztosan fontos megemlítenünk Németh Nettit. Igen. Ugye? Igen, mert hogy egy korosztályos hölgy lányzó versenyzőtök is előkelő helyen végzett. Igen, ő pedig a 14-18-as hölgy korosztályba tudott a dobogó harmadik fokára állni, úgyhogy igen, köszönöm, hogy... Jelenleg Neti és Gergő azok, akik a utánpótlásban viszik a prímet nálatok? Is, illetve van még több utánpótláskorú versenyzőnk, például Resli Vince. Ugye ő triatlonozik is, és triatlon mellett ilyen fiatal bőven elférne a kerékpározás, tehát nálunk van igazolva, és U11-ben ő is remek eredményeket hoz. Például ugye az MKS Magyar Kupa volt két hete Iszka-Szentgyörgyön, ott a korosztályát meg tudta nyerni, illetve korábban a Kriteri Móbin és egyéb versenyeken, tehát ő egy nagyon fiatal srác, illetve Lédeci Lotti és Lédeci Peti is szintén triatlonisták, ők is rendszeresen velünk edzenek, és hogyha nekik az edzés a versenyprogramon belefér, akkor elindulnak kerékpár versenyeken. Úgyhogy ők is, ha elindulnak, akkor remek eredményeket szoktak hozni. Ugye Péter most idén sajnos egy kisebb sérüléssel küzd, de tavaly ő is az U19-es korosztályban amúgy remekül helytált a triatlon mellett. Említetted, hogy nagyjából 500 fős a tagság, és itt nyilván egyfelől nem csak az eredmények számítanak, hanem a közösség, meg a testmozgás. Igen, igen. Igen, tehát abszolút, tehát van egy nagy magunk, akik nyilván nem versenyzési célból csinálják ezt, hanem minden hétvégén vagy minden hétköznap országúton is
rendszeresen edzenek, illetve most a tavalyi évben igazából három felé lehetne bontani, tehát van három fő szakágban, ugye az országúti, azt a tagok nagy része űzi és csinálja akár edzés, vagy rekreációs célra, akár versenyzés célra. Van a cyclocross, ugye ami egy téli sportág, ugye azt Gergő is csinálta a téli szezonban, illetve 3-4 ilyen masterkorú versenyzők ezt űzzük, igazából azt versenyzés célra, és az utóbbi években egyre népszerűbb a gravel szakág, ez gyakorlatilag laikusoknak egy országúti bringa, picit terebb gumikkal, tehát ilyen döngölt, kavicsos utakon, erdei, erdészeti utakon sokkal biztonságosabban lehet, és jobb, közelebb a természethez tekerni, úgyhogy hát körülbelül legalább 15-20 tagunk rendelkezik már gravelbiciklivel, úgyhogy jelenleg most hétvégén vannak szervezett országúti tekeréseink, hétköznap pedig szervezett gravel tekeréseink vannak, ahol 5-10-12 fő részt vesz. Ők járnak amúgy aktívan különböző gravel versenyekre is, hiszen Magyarországon elindult egy gravel verseny, szóval, de voltak például ide már Horvátországra gravel túrán, vagy volt olyan tagunk, aki Olaszországban részt vett ilyen gravel túrán, tehát ez egy ilyen újfajta része a kerékpározásnak, és tényleg sokan amiatt is ezt váltják, hogy sokkal biztonságosabb, mint mondjuk az országúton tekerni, tehát az altoktól elzárva. Mi adja a sava borsát a gravelnek vagy cyclocrossnak? Hát a cyclocross ugye az egy külön kategória, hogy a Gergő is fogalmazott, egy óra nyél, tehát főleg ilyen mínusz 2 fokba, tehát... Az fincsi. Tehát ugye az tényleg az nagyon aktív terhelés, igazából majdnem az időfutamhoz lehetne hasonlítani, aha, csak még hosszabb, és nyilván nagy technikai tudás kell hozzá. Gergőnek ez jó, mert ő nem ijed meg, hogyha megindul a bicikli. Hát mi azért, hogyha nagyon megindul, akkor még megijedünk. A gravelnél pedig tényleg ez, hogy a természet közelbe tudsz tekerni, olyan helyekre el tudsz jutni bringával, ahova amúgy nem, és azt, hogy tényleg autóktól elzártam. Úgyhogy igazából ez. Végül, de nem utolsó sorban, elsőszor egy nagyon fontos területről, itt ezt már részben érintetted. Ugye a nagy versenyek kapcsán talán sikerült azt a lehetetlen feladatot megoldani, hogy a kerékpárosokat és az autósokat egy picit közelebb hozzuk egymáshoz. És miután gyakran edzetek országúton is, szerintem erről bőven vannak tapasztalataitok. A kérdés az, hogy negatív vagy pozitív tapasztalatból van-e több? Megfordult-e a trend? Figyelmesebbek-e az autósok? Hát én nem ismerem az ezelőtti, tehát tavaly ilyen. Igen, akkor még mocin. Így nem tudok messze menni. És egyébként összességében, hogy figyelnek? Nem. Nem? Lecentíznek általában. Lecentíznek? Van egy-két normálisabb sofőr is, aki átmegy a másik sávba teljesen, és a lehető legnagyobb ívbe kerül le, de azért megesik, hogy kamionnal vagy teherautóval lecentíznek, ami hát nem a legjobb élmény. Hát akkor még van mit javítani. Hát igen, tehát ugye én mondjuk 15 éve kerékpározok, az elején nagyon rossz volt egy javulás, de most az utóbbi években így Covid után nem tudom, tehát látszódik sajnos, hogy játszanak a mindennapok, a gazdasági helyzet, tehát van frusztráltabbak az emberek, és ez sajnos sokszor rajtunk akarják kitölteni. És tényleg, hát ha nézik olyanok a tévét, tehát tényleg nem azért nem menjünk a bicikli úton, mert hogy mi az úton akarunk biciklizni, de gyakorlatilag például a Budai úton vannak olyan, tehát egyszerűen képtelenség mondjuk 25-ös, 28-as gumival 8 bárra felfúrva kimenni, mert gyakorlatilag technikai, tehát lehetetlenség, mert vagy a több milliós bicikli törik el, vagy egyből defektet kapunk, tehát nem erre találták ki. Tehát ha tudnánk, a bubát használjuk, nagyon szeretjük, lehet edzeni, Balaton felé is általában lehet, arra megyünk. Tehát nem a mi happünk, hogy az országúton menjünk, de amúgy sajnos nagyon szomorú balesetek voltak az elmúlt időben, akár Pesti Egyesületnél is egy srácot, akivel együtt versenyeztünk, még tényleg rossz versenyeken, edzés közben úgy öltetett egy kamion, hogy amputálni kellett a lábát, és csak azért, mert hasonló hozzáállással vezetett a sofőr, mint Gergő mondott, tehát igazából tényleg itt vagy akár fiatalok vannak, vagy akár családapák, akik hazamennének edzés után.
Tehát próbálunk figyelni, próbálunk minimalizálni a főúton való tekerést, de egyszerűen még fizikai akadálya van sokszor. Úgyhogy, és nyilván 30-40-nel sokszor haladunk, tehát azért olyan feltartó erőt nem képviselünk az autósoknak, tehát mondjuk mindegy lassabb robogó vagy traktorokról nem beszélünk, úgyhogy itt még van mit fejlődni, átlépi az ember a határon, Ausztria, Szlovénia, teljesen más a hozzáállás. Hát akkor ez egy feltételezés volt részemről, hogy sikerült közelebb hozni az autósokat és a bringásokat, de reméljük, hogy ezek a mondatok azért célba érnek, és jobban odafigyelnek majd rátok. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, nagyon sok sikert kívánunk, nem csak az országos bajnokságra, hanem valamennyi versenyre, és hát az eredmények mellett sok élményt kívánunk nektek a nyáron. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen a lehetőséget. Ez volt mára a Bajnokok Városa. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, tegyenek így jövő héten is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.